We are broken from the Twitch. Olyan zsvi. Jó. Everything worked. Yeah. Sziasztok! Hogy mondjam, én nézem, hogy ó, tök kevesen vannak itt. Kettő vagy hárman voltak itt, akik vártak. Hát mondom, akkor most jól összegyűjtöm az embereket, felkészülök életem legnagyobb belépőjére. És abban a pillanatban, hogy át, ahogy vége lenne az utolsó zenének, egy kék halált kap a gép, és így, hát jó van akkor. Semmi baj. Nem jött minden össze. Na, sziasztok! Amit mondanom kell, az egy, hogy Raiden gratul az érettségihez, és Jocz, hát csalódtam benned. Kodi, ilyen zenékkel hamarosan kezdünk. Ebből tudni kellett volna. Ebből tudni kellett volna. Na mindegy. Teátra kapcsolódott ki a izét. Ventilátor, de már meg is fürödtem. Már nem most mentedve, már karban, oké, így megszokásba beléptem most mentedve, mi az a... Jó, oké. Jól indulunk. Zenéből kitaláltam, na ugye. Hi. Ezek a bejátszások múltkor miért nem jöttek be? Nem lehet megunni. Még 3 óra hallgatás, igen, után már egy kicsikét talán, igen. Mert miért angol? Magyart kérnék. Hallám? Ez az? Nem ez az. Akkor... Nem. Melyik az a fájl? Nem, ez sem az. Eppiát. Csak most meg erre angolul indul a felbontás állító lang... Langszel. Emmely nincs itt. Jó, ennek nem is itt kell lennie? Oké. És akkor most. Panna, már... Most átállítottam magyar nyelvre, és nem voltak az elején a bejátszások. Az mi? Akkor ezért maradtak ki a bejátszások, mert magyar volt a játék. Na most akkor mi legyen? Most magyar legyen a játék, vagy legyen több bejátszás? Hát akkor vagy az egyik részét nem értjük a játéknak, vagy a másik részét, az SMS részét, szóval... Ez ilyen magyar spórolós, az. Mi a szar is, hogyha most visszaállítom angolra, akkor kajak izé lesz? Akkor komolyan lesz bejátszás, vagy akkor se? És egyből van bejátszás. Azért ez kemény. Jó, majd az SMS-eket brefpótoljuk magyarral néha, meg... mit tudom én. Hát de meg akkor azt se értem, ami van. Ez hülyeség. Mert akkor így azt sem fogom érteni, az a párbeszédet se, ami van bejátszás. Szóval meg azzal sem megyünk semmire. GG. Na jó, menjen magyar. Spórolósba. Jó, tovább, hogy van itt a izék. Profi aggolosok, de... Tutira megyek. Szóval, na nyomjuk le ezt a nagy bulit, vagy mit.
amivel elvileg összehívjuk itten a srácokat, aztán egy ilyen nagy versenyt lenyomunk. Wow. Akkor itt most mit defaultos ember itt van, vagy mi? Hát vagyunk egy páran, nem mondom. Ja, egyébként megpróbáltam zenét berakni a játékba. Nem festettük át az ott Trabantot. 12-en vagyunk. Azért az party, gyerekek. Azért az party. Kicsikét úgy elhanyagoltak, érzem magamat így Neville nélkül, meg mindenki nélkül. Tehát ti vagytok annyi, mint az oroszok. Én meg itt egyedül így. Mit zöld autóval itt, érted? Tényleg nem érzem magamat elnyomás alatt. Meg tök mindegy, mert úgyis első helyen engem nem érdekelnek. Tehát megpróbáltam zenéket berakni a játékba, és nem igazán sikerült. Egy módot találtam rá, amire azt mondtam, hogy jó, ennyit nem ér meg nekem, mert nagyon bele kell mászni a játéknek a kódolásába. És egy, nem értek hozzá, kettő, és kedvem sincsen hozzá, szóval akkor maximum inkább így lehúzom a játékzenét, és akkor úgy nyomom a zenét. Csak akkor meg a bejátszásoknál van para, meg ilyenek. Szóval nem tudom. De... akár most eszembe jutott egy ötlet. Na mindegy. A lényeg az, hogy most még maradjanak ezek egyébként. Elég éretkék, de legalább átadják azt, ami maga a játék. Igen, igen. Nekem akad a stream. Amúgy nekem is itt az előbb beakadt. Amit nem tudtam hova tenni. De most nekem eléggé szépen fut. Ebbe is van egy kedvenc zeném, igazából egy. Egyetlen egy. De az legalább úgy fogjuk rá, hogy jó. Kinek, valaki tud ebből kedvenc zenét magának? Igen, igen, Jocz, az, arra nagyon kíváncsi ezek a Wipecraft-ra. A Wipecraft-nál mit csinál majd a púzus férjét? Képzeld el, mikor Kudi úszik. Nyomja a pillangót, hallod? 160-as púzus, kész, vége. Azért ez egy másik kategória. Szerintem csinálunk, mi... még a héten csinálunk egy Wipecraft-ot, mert kíváncsi vagyok rá. És kíváncsi vetettél. Még jobban, mint amennyire eddig voltam. Címről nem tudok kedvencet, de majd kíváncsi leszek, melyiket mondod. Na. De nem nagyon van zero. Ez nem is sok, amelyik... nem tudom, ilyen langyi zenék vannak ebben. Na most ez is mi? És semmit nem akartam mondani, Panna. Hogy mikor? Miről? Jaj, a menü zenés, igen, igen. Mint ha a menübe lennék még mindig, igen. Na igen, mikor a Creeper Donate jön. Hát, ez egy szép baleset lesz. Az a egyetlen sajnálatom az, hogy én, amikor én leszek majd bemekodni, tehát aki benne van a vibe, az nem látja a Hurt Rate számlálót. Majd maximum közvetítjük. Oh. Hát a live elején én akartam valamit mondani. Micsodát, hogy kezdtem neki, vagy mi? Nem emlékszem, Lutz volt? Hello Dave, most... tőled is megkérdem, hogy mikor néztek meg a playtest szokat, bár tegnap pedig éreztem, de tőled is megkérdem minél előbb. Már minden adott ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni. Tényleg minden. Már csak idő kell rá. Lehet, hogy a héten az lesz a másik live a Wipecraft mellett, mert egy live-ba lesz majd egyébként, így este fele. Persze, ha megcsináljuk a Wipecraftot. Nem, nem lesz live YouTube-on. Max, valószínűleg Cody majd még jön ide pubgozni, bár nem vennék mérget, nem mondta, csak... szerintem majd benéz. És azon kívül meg ugye van már a videó, ami pubg. Szóval ennyi.
De holnap live. Aztán lehet, hogy izé holnap. Lehet, hogy holnap Fivecraft lesz, igen. Belekezdtem, hogy jaj, spanna. Hát én ezt komolyan visszanézem majd, mert egyáltalán emlékszem, hogy mondtam volna ilyet, és kíváncsi vagyok, hogy így olyan... Talán akkor eszembe jut, nem tudom. Nem tudom. Öregszek már? Gyengül a memóriám. Ha megint lucot? Aliho, Dandacika, szia! Köszi szépen a lucot. Igen, igen, talán az Underground 1-nek a legjobbak a zenéi. Igen. Talán az Underground 1-nek a legjobbak a zenéi. Talán a 2-nek is még jó. Talán a Most Wanted-nek már ebbe meg hát... Neville, te hol az anyád? Hát gondoltam, hogy mögöttem vagy, de jöhetné már. Komolyan ennyit bír a Mazdája? Lesz majd még valaki, aki ilyen kilökős? Mert én a... Hát nem tudom, ki szerint melyik a legjobb? Az útkeresőbe hagyjatok békén, ez semmire nem jó. Max körverseny, de hát annyira azért vágom a pályákat, hogy... Az nem. Ez régen se adta. Szóval útkereső vagy na. Szóval kilökős, blokkoló, vagy szelező. Mert nem fingik, hanem izé, hanem szélárnyékot ad. Ki melyiket ajánlaná? Niki nem szelező? Nikinek van a GT-je, és azzal szelezik nekem. Where is the boo? Mármint... Vivi? Vagy az én bubum? Az én bubum az ma írt a szerelő egy SMS-t, hogy ma jött meg a... Szélfogó, meg Colin. Nekem a blokkoló jött be. Szerintem is inkább. Jó lenne már, hogyha valami... Ó, Wolf! So, how long did it take you to spend all that money you took from me? Eléggé kevés ideig. Tehát majd hívott a szerelő, hogy megjött az alkatrész, visszaírtam neki erre, hogy... Mit lát így a héten? Látta a hétbe potenciált, hogy kész lesz? Azóta nem írt, majd megfontolja. Jó. Jaj, ennek is tetszett mindig a bemutatkozója. De azt hiszem Dariusi a kedvencem. Az egyik kedvencem. Jaj, igen! Hogy Panna, hogy minek neked Sony? Sony Vegas? Csak nekem akad? Nekem most... nem. Nekem most nem. Hát akkor szerintem blokkoló lesz. Ami van benne GTR, amikor néztem az izét, a zenékről a zeneberakásról a videót, akkor láttam, hogy a srácnak amennyiben GTR-re volt. GR34. Ja, de ez bónusz autó. Most esik le, de jövök.
Mondjuk a hármas szintben volt. Ja. Jól van, Panna, milyen kérdések? Mert ha lehetséges, akkor szóban is meg tudnám válaszolni, ami talán jobb lenne. Megzavarodok, most melyik Jocz ír? Vagy honnan? Kettő üzenet egymás után. Mind a kettő Jocztól, és mind a kettő másik Jocztól. What? Ja, meg akinek akad, annak mondjuk egy újra betöltés, vagy telefonon bezárás, megnyitás segíthet. Vágom, Jocz, vágom. Panda! Állok elébe! Dave szélfogó Colin, Wolf legyőzése után van egy blokkoló, Samson. Engi legyőzése után, és igen, Nikki szélfogó mégis Darius előtt. Aha! Hát akkor jobb blokkolónk, meg soká lesz viszonylag. Hát jó. Nekem is akad most, nekem is akad most. What? Most meg már nem. Néha így bizonytalankodik. Szeretjük a Twitch-et. Csak azt tudom, jó, az csak, hogy egymás után két profilról, az így, what? De mindegy. Jöjj! Szia Dave, jó játékot! Kösz szépen, Adres! Kösz, hogy itt vagy. Wow, Danika, te csinálod! Igen. Igen, a Premiere Pro-val az nagyon jó. Kösz szépen, Danika. Kösz szépen. Ez tök jó hangzik. Csak akkor hogy te csatornádra megy, vagy elküldöd nekünk e-mailbe, vagy hogy lesz? Mert nekem tök mindegy, ahogy szeretnék. Mehetek erre a te csatornádra, és aztán meg kirakjuk Facebookra, vagy valami, nem tudom. Szia! Mit kéne tenni ezzel a mazdával, hogy kinézzem valahogy, mert ez a segg, ez... undorító. Azt is le kell róla szedni a banda fényezést. Panna valószínűleg nem lesz este. Sőt, majdnem biztos, hogy nem lesz este. Tudod, nem lehet tudni, mikor jövök, de... törzsi fóliák. Tudok csinálni a csapatomnak fóliát? Renault Clio V6. Adolf, igen. Az ám egy igazi autó. Hoppá, Darius! Az R8-ával. I always said you did. Now the others are starting to believe too. Don't give up now, you're close. Bekóstolt minket a srác. Bekóstolt.
Mozza esik szét, az. Na, te se szabás, csináljunk valamit ezzel, mert nem lesz ez jó. Ó, azért van benne már motorháztető alatt keményen. Na, vagy normális kereket. Húha, ez mind. Ez mind a kerék? Jó, de ezeket még így tese lehet izé szabni. Aha! Ja, alkatrész piacon ilyen tese szabhatatlan. Illetve olyanok vannak, amik így egyben vannak, ez kész csá. Itt pedig az autoskulptban én tudom megcsinálni. Aha! Csak pedig nincsen feloldva. Uh-huh. Ez BBS nem néz ki rajta rosszul. Szóval, karosszéria. Ennek az eleje nem feltétlenül jó, viszont... Miért? Tökéletes. Motorresztő. Meg nem is néz ki rosszul. De le van zárva. Aha. Hát meg nem néz ki rajta rosszul. Légterelő, hát ez brutálisan néz ki rajta, ez a lefelé ívelő. Az úgy követi az alakját valamennyire. Nem annyira rossz. Ez a BBS van rajta. Ez a BBS nekem jobban tetszik. Azért ez már olyan, mint egy lovaskocsi, azért ezt nem. Na, zöldbe egyébként annyira nem néz ki rosszul. Milyen színű vagyom. Jó, először is ezt a fúj festés lesz egyik róla. Főnök. Rétege eltávolítása. Igen. Anna. Egy kis visszafogott lett szegényke. Kerék festés. Mondjuk, ó, van egy ötletem. A fehér az eléggé az őszíne. Á, igen. Vagyjuk rá, hogy nem rossz. Világos ezüst, világos piros, világos zöld, világos kék, világos indigo, világos viola. Hogy lehet világos fekete valami? Óha, hogy a viharba desítsettenénk le a fenékig. Hát, mint egy bevásárlókocsi úgy ül. Na, most már úgy autónak néz ki, köszönöm szépen. Jött Luc, gyermekkorom egyik kedvenc játék a további jó live-ozást. Kösz szépen, István, kösz szépen. Nekem is az egyik. Legyen rózsaszín, az persze. Szóval a térkép az kell nekem. Tudjátok, hogy nem lett szép. Ah, hogy választottok, hogy merre menjek. Menjek. Merre menjek. Merre menjek Wolfra, vagy a kicsajra. Ugye a kicsaj az ott van lent. De öntsetek ti. Kedvenc versenyem. Olyan, mint az egyenes kanyar. Hát kb. Előbb Wolf. Ha már belekezdtünk, akkor legyen Wolf először. Többen is írjátok, szóval. Á, megint akad. Valamiért. Csak így néha. Hát a spoiler nem lett az igazi a segény. Nem, az nagyon nem lett az igazi. De amúgy rendben van az autó. De az a... Szemből nézik a spoiler jó, de hátulra nem. Ilyen kis szomorú. Valami nagyobb, nagy képűbbet kell rárakni, majd teszek rá valami ruhaszárítót. Csak még az a baj, olyan kevés alkatrész érhető el, hogy... Ó, ne védjöhetnél már.
Szegény, azt se tudja, mit csináljad. Vagy itt látjad egy hadsereg mögötte. Na, azt kéne ott elől elkapni. Nevén, gyújtsd a rakétákat. Csak target élni már be. Játék. Mit megy? Ó, ott volt a levágás. Miért nem targeteli be? Nem jó. Hop, hop, ott a target. Menj, 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 menj. Úgy lesz az evil. Nagyon szép. Mintha csak én tanítottalak volna. Az ő szekerét is feltuningoljuk, mert szegény úgy néz ki, mint valami. Ikaszi szerencsétlen. Meg úgy is megy. Menek itt a izé köszönések a cseten. Ott is ott volt a levágás. Erre nem jártam még olyan sűrűn, mentségemre szóljon. Hát nem nagyon érzem úgy, hogy bele fognak majd menni, de nem dőlt ki. Három pillárból kettőt kiszedtem, és nem... Ah, komoly. A Wolf elleni pályán ez a rész benne lesz. Most ahol volt ez a levágás, az alagút és levágás. Meg talán még ez a rész is. Én úgy emlékszem. Kíváncsi vagyok, hogy jól emlékszem. Panda! Miért ez a rész? Easy. Szedébb, Mizu! Még a kedvenc LEGO játékot PC. Nekem a LEGO Indiana Jones 2 nagyon jó, és nagyon szerettem régen. Kol Gabi. Valami kettes szintű utcai valamit kaptunk. Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Mindenki nagyon szeretem. De talán a gyűrűk ura, mert hát gyűrűk urás vagyok. Ó, de jól néz ki, lecsüccsentve. Ah! Bubut is úgy lecsüccsenteném, de akkor meg... Én is lecsüccsennék az út szélére, hogyha... Jön egy fekvő rendőr, aztán éppenséggel nem bírnék rajta átmászni. És fölragadnék. Vagy beütné a bevágnám a kipufogótnát, akkor meg is bolondulnék. Hát mondjuk talán nem az. Jó. Nevén mutasd a ragacsod. Valahogy. Uh-huh. Jó, csináljunk vele valamit. Először is ez a festés, felejtsd már el, mert eddig se nézett ki jól. Kapsz turbót. Most ennyit. Ennyit tudtam nyújtani. De ezzel nem lehet mit segíteni. Na jó, megpróbálom. A karosszéria ez... Hát ez itt nem néz ki annyira rosszul. De, hátulról igen. Nem mondta rá, hogy ő hülye. Ez a karosszéria. Hát komolyan mondom, így aranyosabb. Így aranyosabb. Nézzük meg az egyest még. Miért? Miért kell egy udorítónak tenni? Ottól rászettő, mi van rajta? Na, hülye. Na, az jó lesz. Kis visszafogott. Te is kapsz egy ilyet, ezt szeretem. Legény is mindig ez volt a kedvencem. Na! Ez jó követi mondjuk az évét, nem is tudom, de olyan, mint egy szar rally autó, komolyan. Na, kapsz egy ilyet. Mit van most? BBS-ed, aha. Húha. Soknak érzem. Húha. Ez mondjuk eléggé jól néz ki. Több külön rá se férne. Na, ezt a fóliát felejtsd, de nagyon gyorsan.
Érdekes. Kapsz valami normális festést rá. Clio. Clio. Nem festéssel néz neki jól a Clio. Nem jöjj, tudod, hogy szeretlek. Ó, oh, nem aranyos. Most mondjátok, hogy nem cuki. Szerintem tökre megy Nevillehez. Szerintedek is? Egy ilyen. Szerintem ez fantasztikus neki. Most mondd meg, hát nem, most nem ijesztő? Ez jönne be a seggedbe, hogy izé fellökön egy ültetett rózsaszín Clio. Hát van ettől ijesztőbb a világon? Zseniális. Ha ma vezetni nem tud, legalább meleg legyen. Na, menjünk tovább. Arra! Oda. Luc volt. Nyomjad a szere, Dávid, ne hagyatkozz nagyon a csapattársakra, nem a legjobbak. Hát igen, azt látom. És ha eszedbe jut, szoríts nekem holnapra Szóbelin. Skippy, holnapra Szóbelin. Uram, atyám. Már említetted, hogy most érettségizel, ha jól tudom, de attól függetlenül azt hittem, már te is túl vagy rajta. Hát szorítok. Sok sikert hozzá, tényleg. Hogy érzed, úgy tudod? Tanultál, nem tanultál? Hogy volt? Á, jó, ez a ruhaszárító már jobban néz ki, ott neki álltunk. Ez inkább a vasalódeszka. 2-1-be, maradjunk annyiba. Megszárítod rajta, utána ki is vasalod. Simple text-et? Danika... Mindjárt elmondom neked, jó? Vége ennek a versenynek is mindjárt elmondom, oké? És fejből nem tudom menni pontot. Van ugye a vágófelület. És a vágófelület... tehát balra van egy kisebb rész, ahol ugye van több fül. Effektek, média források, stb. És ott kell majd neked az egyik fül. Mindjárt mondom, hogy melyik az a fül. Nagyon megy itt a karaoke. Én csak vezetni jöttem, értettem, zavar az engem. Na, szépen néz ki. Nem, nagyon keveset játszottam vele. Jóc. Cross széria fulliek első csomag, nagyon izgalmas. Na most kikóstol be engem. Ja, már megint a Wolf, srác. Hát mit a farkasok, de tényleg? I think you're mistaken. This area is for serious drivers. Not thieves and cowards. Ez vak, vagy nincsen szeme, vagy mi van ezzel? Mondjuk úgy vezet, mint a vak lenne. Látod a nagyon vadont? Valami ismerős. Megtámadták a területedet! De jó! Egy pillanatot kérek, megnyitom a premiért. Na mi van itt? He? Mi van veled? Kodi? He? Otthon vagy már? Na itthon már van net. Oh! De pornos kanapé. Vízhűtő. Mennyi volt az a vízhűtő? Te? Azt adnám. 3, ez a vízhűtő mennyi volt? Igen. Nem, persze. Szóval, tehát a baloldali részben van olyan, hogy Media Browser, Libraries,
info effect, és neked onnan az a fül kell, hogy project, kettős pont és maga a név, amit megadtál neki. Ott láthatod a projektben felhasznált fájljaidat. Ott kell nyomnod egy jobb klikket a háttérre. Tehát nem egy videóra, hanem ugye a háttérre, ugye az ablakra, és akkor ott lesz egy kisebb lenyíló menő, és ott lesz egy olyan new item. És new itemen belül pedig ott van egy title. Title, hogy kell kiejteni a title? Title. Szóval a title. Arra rákatintasz, és az lesz maga egy item, lesz maga a felirat. Hello Dave, jó volt a PUBG játékpárbaj, köszönöm szépen, Mordecai. De kire neved van? Az nem biztos, hanem vízadagoló, de az csak a személyzetnek volt ott. Ó, attól meg elhozhatod volna, de amúgy az ízítő is. Mert van azt hiszem tartálya, amiben meleg víz van, meg van, amiben hideg víz van. Van ebből olyan, ami le is hűti. Na hát, hogyha nem volt rá írva, akkor le is hozhatod volna annyi erővel. Title. Jó. Akkor inkább gyere ide kifelé, aztán menjél be az villamossági boltba. Meg akkor nézd már meg, hogy van ott E14-ről átalakító E27-re. Kérdezz ki a bácsit, csapjál le az asztalra. Vagy elemet kaptál a Decathlonba? Jaj! Gyere már, ne villapofázz! Vonsz föld azt a rózsaszín szartrakosodat. Királyság, Danika. Title. Már mindent megvettem Ikea-ba, lol. Még az E27-es átalakított. Júj! Meg elosztót is, ilyen 20-as elosztót. Remélem, olyat találtál, mert utána meg már inkább, hogy ne vél, nem látlak. Gyere már. Ó, anya! Nem volt egy egyszerű eset. Ne vél, gyere. Ott jön a kis rágy. Vagy vég kis fiú, bocs. Nagyon csapatja. Igen, rá kéne rámenni, Neville. Szaros golfjával, vagy inkább a muftira? Nem is tudom. Gyere muftira! Rossz gomb. Nyomj, Neville. Ennyi megvolt, nailed it. Nagyon szép fiú vagy. Jó, itt jó nagy sebességgel kell megközelíteni ezt a helyet, és akkor tudunk jól beugratni. Ez a hátránya annak, hogyha le van csücsentve az autó, hogy jobban éri a földet a kocsinak az alja, mint a kerék leérkezéskor, és hát egy kicsikét megdobja. Hagyjad már, Feri, ajándék! Egybe dugjuk mindegyiket, hallod? Az egy konnektor a falba. Van egy konnektor a szobába, itt az asztal környékén, és abból az egy konnektorból megy az egész asztal áramellátása. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy ő mit érezhet. Egy ilyen 12 órás live végére. Na, Kodi, majd jössz ki Twitch-elni évzára után? Nem tudom, hogy akarod. Végre ma hamar haza tudtam jönni a suliból, mert hőség miatt elmaradt utolsó 2 órám. Danacika, mi a retek? Ilyet bezzeg nálunk sosem csináltak, pedig 400 fok volt az osztályteremben. De királyság, tényleg mit össze nem szenvedtünk odabent. Meg ilyenkor már nem, mert ilyenkor már... Szerintem nem tudom, oké. Okay. Vagy San Andreas-ozni érted, esetleg, maybe. Ó, ezt a sok facsemetét miért kellett ide az út közepére beültetni, gyerekek? Nem lehetett volna valahol máshova? Gyere, Neville, ne dumálj. Sprint, 50%. Hétvégén lesz live, lesz, mint az állat. Most egy jó ideig szabadok vagyunk. Tök furú, hogy ezen a hétvégén nem lesz semmi. Rendezvény meg ilyenek.
Szabadok vagyunk, mint a madárka. És már végre akár forgatni is lesz időnk, ugye Feri? Csak az először vissza kéne venned a vörösségedbe. Jó, kérdés értem teljesen. El sem bírtam olvasni. Teljesen. Miért egyre hangosabb a zene? Kusoljon már! Csak növeli a feszkót. Feri egy új testet ölt föl magára. 3 kilót fogy azzal a hámlással, amit ő most itt le fog nyomni a napokban. Frödgyi napi 3-szor, aztán jó lesz az. Áztassad magadat. Leesik az egész bőröd. Na! Egy kis hegyi drift. Erik szétte, gyerekek. Az egyik legjobb driftautó világom. Ha másra nem is szeretem, de driftre szinte verhetetlen. Jó a súly elosztása, jó a súlya. Megfelelő az ereje, megfelelő a mérete. Hátsó kerék az ugye alap. Áh! Hülye. De mik ezek a kanyarok? Annyira nem adja ez a drift. Mint tegnap adta. Ez a lassúság. Menj. Majd amikor grid következik, grid 1-be olyanokat fog nektek driftálni. Megkukultok. Egy ifjú leki mondaná. Vaj. És még szűk is az út. 13 000-re van a második, tényleg? Az igen, az férfias. De jó lett volna ez az utolsó kanyar, hogyha normálisan meg tudom csinálni. Olyan éve volt. De ha lehet, szombatig nézzétek már meg, please, mert szombat este utazok, és majd nem tudlak titeket nézni, playtest cuccok. Hú, hát ezt nem tudom megígérni. Vissza tudod nézni. De ezt nem tudom megígérni. Mert addig más dolgok vannak. R30-nél robban driften? Nem. R30-nél nem driftautó. A világ legjobb driftautója az a Nissan Silvia. Igen. Igen, Skippy, erre én is gondoltam. Csak amíg a térképre nézek, addig az utatnám látom. És ugyanígy fordítva, szóval... Nyomjad, nagyon király vagy! Hogy megy a kis rózsaszín szardarab. Jaj, de rajos! Hogy érzed magad, Devil? Még szerencsé, hogy scriptelve vannak a szövegei, mert most tudsz itt, na. Akkor egy rohadék ember voltam én kiskoromban, gyerekek. Akkor egy rohadék. Akkor játszottam ezzel a játékkal.
tökre elhittem az, hogy multizok. És vannak barátaim, lásd Neville. És ő olyan, mintha én beszélnék neki, azzal, hogy mondom neki azt, hogy ő lökje ki XY-t. És azt én tökre elhittem, hogy olyan, mintha az egy másik ember lenne. És ezt tovább gondolva, kerestem magamnak egy alanyt, akit igazán könnyű befolyásolni. Lásd mamám. Mondta neked, gyere mama, mutatok neked olyat, hogy nagyon, nagyon meg fogsz lepődni, nagyon durva. Nézd! A tévé keresztül játszok pásokkal. Felvezettem a izét, felvezettem a sztorit. Odaütetem babát, piet. Fie baba, piet. Én tudtam, hogy ködőre, pittam. Mondom neki. Nézd! Most azt fogom neki mondani, és ő hallani fogja, és meg fogjuk csinálni, hogy lök ki. És vettem nagyba egy Toto versenyt, potta, hogy lök ki, és megnyomtam a gombot, hogy lökje ki. És mutattam a vágni, láttad ma, hogy kilökte? Én mondtam neki, hogy lökjön ki, és ő most ott hallgat engem, hallgat minket a tévé másik oldalán, és így mamám hatalmas izével, mamám hatalmas érdeklődéssel. Aha. Én meg nagyon éreztem magamon, hogy én micsoda izé joke-ot bevetettem. Hát, anyám. És ilyen szarságok juttak eszembe kiskoromból. Anyám, megérte játszol ezzel a játékkal. Ezt nem akartam újra felidézni. Azóta is mamám hazugságban él. Szerintem egyszer átvég hozzá, és ezt tisztázom vele, hogy mama, nem voltak emberek a tévé másik oldalán, ne aggódja. Lehet azóta nem mer aludni, érted? Nem mer aludni a tévétől, mert hallják, amit csinál. Tisztázom ezt én még vele. Hú, anyám. Mi jutott az eszembe? De persze ezt ő letudta, egy jó van kisfiam, ügyes vagy, és elment ezért tovább csinálni a sütit, szóval nem hatotta meg a dolog. De legalább van egy sztorim. Ami ez a játék kellett jelöljöjjön. Jó, felem mehet bele, az király lenne, hogy benne lenne. És hogy hol és hogy, az... rád bízom. Köszi Panna. Köszi tényleg. Eminem, köszi szépen a lucot. Kösz, hogy itt vagy. Megint, még mindig. Folyamatosan. Mit gyössz azzal a... hullakocsival? Hulla, mi az már? Halottas kocsi. Na, az. Na. Ez nem a Wolf? Mert annak van tökre ez a kocsia. Vagy csak az ég talpnyolójáé? Halad Neville, hol az anyádba vagy? Mit kereselem a másik végén? Ez hülye. Utolsó előttiként jön. Éppen. Ó, anyám. Itt volt a levegás, és nem mentem be. Nem kellett volna lenni a levegásnak? Nem vicces! Jó, ő nem vágja le. Gyerünk, nyomja neki! És megvan! Megvan! Gyökétek is! Basszus jötsz. Kajak. Négyedik csomag karosszéria. Ja, megoldható lenne jötsz. Csak te felejtsen már-e.
botokkal veszegetek, tudom, Panna. Jaj, akkor itt csak lefizetem. Angi, ez a lutz úgy működik, hogy mint ahogy látod, amikor megjelenik a lutz, akkor az egy hirdetésben van beleágyazva. Azért a hirdetésért kapunk mi egy összeget. Ez az összeg függ attól, hogy éppen hányan nézik a streamet. Itt nyilván Twitch-en na egy kifejezetten mérvadó dolog, de YouTube-on azért eléggé jól működik. Meg sok is sokra megy igazából, szóval nem azt mondom, hogy Twitch-en nem ér semmit. Viszont YouTube-on nyilván jelentő, tehát hogy nyilván a többet ér. Viszont sok is sokra megy alapon, ugye ez egy ilyen havi periódusonként számol. Így jelentős donét jön be ebből is, szóval tök király. És ugye ez nektek nem kerül semmivel? Miért ilyen lomha? Igen, jobbos összefordító. Ajjajajajaj! És még beszámolta, jó. Jó lesz a 118 000-nek. Nem megy elég gyorsan még ez az Erik szét, hogy jól lehessen betekerni a kanyarokba. Olyan hosszú kanyarok vannak egyszerűen. Szorzót itt nagyon könnyű össze, de csak össze-vissza rángatom a kormányt, igazából balra-jobbra, és arra is van 10-es szorzó. Onnantól kezdve meg már tök mindegy. Szinte akármennyi drifteltem 10-es szorzóval, azért az már nem kevés. Vagy 11-essel például. Mennyi volt az most? Hát egy ilyen röpke 300 000, jó. Már. Gabi rá, rabol a kajára. Basszus, mi vált el életővé? Sebességváltó, 2-es szintű profi csomag. Már bepál a fülem. Ebbe a legjobb a drift. Azt nem mondanám. Ez nem igazán drift, ez ilyen... Mész, az csúszik. Nem tudom. Ez az inkább a power sliding van ebbe. Mert ugye van a power sliding, amikor izomból, tehát power slidingolsz például az első kerekes autókkal. Amikor ugye mész, nagy sebességgel bevágod a kanyarba, esetleg kézifékkel, és akkor ugye hát lényegében csúszik keresztbe, vagy hogy mondjam. A drift meg az, hogy hátsó kerekes autó, 300 plusz lóerő, és szépen szöget zárva a kanyarba végig. Érintési pontok, stb. Ez ilyen csúszós lesz valami. Szóval ez nem igazán nevezhető driftnek. Ez az arcade drift. Nincs ezzel baj. Csak ez nem igazán nevezhető driftnek. Ami drift, az például a grid 1-be, ami van. Hát ez is lesz. Hát ez is lesz. Balanguk helye rajta legyen? Az még hasznos lenne. Ez jó ötlet. Illetve jöttem át egy olyan ötletem, hogy mi lenne akkor, hogyha először ezeket a versenyeket csinálnám meg, amik ugye feloldanak profi szintű alkatrészeket. Akkor legalább nem tudja rögnénk annyira. Szépa, Juszka! Juha. Hú, nem tudom, jó. Akkor legyen az. Nem tudom.
Mennyivel megy a kocsi? Hát... Hát... Ez de nem tudom. Azt sem tudom, itt hol tudnám kihozni a végét, mert... Nem nagyon ismerek ilyen hosszabb egyenes szakasz. Tesó, a bubum, hát gyárilag megy ennyit. Ez a 200 fölött már keményen erőködik. Érdekel. Pedig elvileg izé profi turbó van benne, nem tudom meg micsoda. Jelenesen 240 körül tippelném őszintén. Várjál, most húzza az ötödiket. 190-nél. Van-e benne hatodik sebesség, ez a kérdés. Már nem tudom neki felpakolni. Mondjuk én még nem láttam, hogy berakta volna hatba. Van hat, van hat. Ó, hát igen! Figyelj! Két repülőgép felszálló pálya, és fel is váltunk hatodikba igazából, tehát... Van benne hatodik, csak szerintem még nem volt ott a sebességváltó. Akkor egy 265 biztos kihúz. Kizsírozott szakadékban. Csak hát nekünk... Nem ott kellene, már megint támadnak. Nem szórakozok én kamerókkal. Csak a japán. Jó, ez az Erikszét is egyébként. Azt hiszem rosszabb lesz. Kíváncsi leszek majd az utolsó kanyon párbajra. Darius ellen. Az kemény lesz. Egy kicsit kifingatott ez a legelső boss is. Mert nem volt olyan sima, mint ahogy elképzeltem. Mi? Ja, csak lesz fifi, nem? Panna. Jó, hát azért nem, hogyha az ember nyaral, akkor ne kockuljon, de... Wow, 700 pénz, az igen. Na, akkor... Nézzem. Elérhetővé teszi, motorháztető, azt hittem motor, nitro és gumi, kettes szintű profi, az jó, karosszéria, felfüggesztés, kettes szintű, jó. Na, akkor ráállunk a tuningokra. Köszönjük, mondta Skippy, ez jó. Na, kíváncsi leszek majd. Wow! Az ez nem szar, Panna. Szerdán mentek, jövő itt szerda. Jó sem belecsaptak a nyárba. Na nem így akartam, de így is jó lesz. Na nem él? Na esély szét, gyere. Pont elém löki ki. Mi van, gyerekek? Nem megy a kanyarodás. Ó, hogy trafizunk. Annak örülök, mert minden nitromot elnyomtam. Megpróbálom Neville-t, ahogy mondtam be.
becsalni neki egy kis segítséget, kíváncsi vagyok. Szerintem nem tudom nem nyomni a nitrót, mert annyira lassan megyek, hogy... Folyamatosan nyomkodnám. Á, már megint ott van a izé, levágás. Jó, mondjuk itt nem is szabad levágni. Nevil, őt kéne betargetelni ott előttünk, látod? Hát igazából lazán vezetünk, csak... Azaz, 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 gyerünk, nyomjad, 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 nyomjad! És most rágyorsít! És egy szar speed repet le is tol. Hát nem pont így gondoltam. Azt hittem jó lesz. Hello! Dávid megjött. Na igen, ellenkező esetben most én sírnák, hogyha ő nyom engem oldalba. De erről beszéltem, igen, itt ezt a szorított farpofával kellett venni, mert... Vagy jó lesz, vagy nem. Ez most jó lett. Dávid az új blokkoló, igen. Ez tetszett. Na forduljál csak keresztbe, bőrögyökért. Na, azt hittem meghalsz. Nevét rá lehet küldeni a rendőrökre? Nem, nem lehet. Gyere, Nevén. Én most nyomtam rá valamit, de... Ó, hogy én most visszább megy, értem. Szerintem akkor az én jelölt, Jocca, hogy hívják a Sochi Dörszön. Arra megyek? Ah, nagy szart. Ó, egyes üldözés. Easy. Jó, kirek. Területtámadás. Persze, hogy felhasználhatod, Danika. Ja. Illetve, mondjuk az intrót azt ne. Mert ugye az a baj, hogy az intro az azért intro, mert hogy a mi videóink előtt van ugye olyan intro, és hogy az nem a mi videónk, szóval hát így ez az hát ezt inkább nem. Mert érted most az a megkülönböztető jelzés, akkor csak nálunk legyen. Akkor még az lenne, hogy ezt most mit csináltuk, te csináltad, mi van. Szóval érted. Ja. Végül is akkor is ugyanaz. Hát végül is, ahogy gondolod. Végül is, ja. Az legyen a legkevesebb. Ja, ha szeretnéd, akkor nyugodtam. Lut. Hát tanulgattam, inkább csak olvastam, már nagyon elegem van belőle. De eddig 4-5 minden, úgyhogy csak nem rontom le. Fűha. Hát akkor azt hiszem, hogy ott már nem nagyon lesz probléma így a szóbelin, meg akkor úgy néz ki, hogy a tanárok is úgy, ahogy szeretnek. Bár a tanárok általában. Pedig van egy jó tanár. Minimum. Szóval ott már nem nagyon lesz probléma. Figyelj, ha én leérettségiztem, mindig ezt mondom, ha én leérettségiztem, bárki képes rá. Higgyedik el nekem, higgyedik el nekem. Mi a rettek? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Pontosan 7 másodperc a késés. Akkor itt 7 másodperc a
Elérhetővé teszi. Itt miért nincsen zene, úgy tenném fel a kérdést. Felfüggesztés. Ja, de akkor már belerakom, ha már. Nyugodtan lehet ezt alapul venni, nyugodtan. Aha, tehát egy versenycsomag a legjobb. Itt meg profi. Jó. Hát végül is legalább feloldotta. Szóval. Igen. Várjál, Panna, hát... Hát ha jövő itt... Valószínűleg nem. Igen, valószínűleg ott majd csúszás lesz egy héttel, mert... Suli van, aztán pótvizsgálni is kéne. Nem olyan pótvizsgál, hogy megbuktam, hanem olyan pótvizsgál, hogy nem mentem be. Ami fokkal jobb. Gyere, nevén! Nyomjad le a srácot. Mondom, nyomjad le, ne engem. Őt. Nagyon mély a srác, nagyon mély a srác. És így beáll mellém. Az igen. Durva. Nem baj, nevél majd legközelebb. Hát ha. Vagy majd én leblokkolom. Jó, csak érne közelbe. Hoppá, hopp. Jó. Ezt majd csak meg tudod csinálni. Ott fél seggébe. Lejárt az ideje. Ezt itt fosok ledönteni. Aha. Nem is sikerült? Ott vagy mellette! Őstehetség! Azért nem mentem be, mert már egy cinema volt. És úgy volt, hogy reggel vizsgázok. És amikor meg odaérek, akkor meg közlik velem, hogy délután vizsgázok. Azt akkor mondom, ennyit nem tudok kiküldeni e-mailbe, hogy akkor le, hogy ki mikor van. Hát akkor elmentek. Na mindegy. Megcsinálom. Amúgy mindjárt leverhetem Wolfot. Nagyon mennyi ideje megy? Úgy nagyjából egy órás live-ot terveztem egyébként. 1 óra 8 perce mennyi. Szóval lehet, hogy bepróbálom Wolfot, nem tudom. Maximum még egy pár tuningos izét megcsinálok. És feloldjak versenycsomagokat. És akkor utána már elmentleg ízvény. Ja. Jajjaj! Na. És ott volt a levágás. Jó, hagyjuk. Na, most nem hagyjuk ki. Ott akarodj! Érted, levágom az utat és azért előz meg. Erősnek érzem. Ne. Mi a retek? Jó, mi a probléma? Uh,
Ráküldtem Neville-t, szerintem az volt az, ami megmentette a helyzetet. Fú, vagyek. Hát nem volt sima. Um, 40%-a járt. Utcai csomagnál meg kéne pro. Kell nekünk motor, kell nekünk felfüggesztés. Oh. Fék és turbó. Fék, turbó, felfüggesztés, motor. Fék, turbó, felfüggesztés, motor. Fék, turbó, felfüggesztés, motor. Most megvettem bele? Nem. Nem mentem a pénztárhoz. Basszus, elfelejtettem, mi volt az? Fék, turbó, felfüggesztés, motor. Jó. Lutz! A tegnap előtti Blue Trap & Dive a kedvenc videóm, mert a nevemről beszéltetek. Nitro és gumik. Egyik se kell. Tanulszik a... Ja, igen. Kösz szépen. Kipufogó, nagyon fontos. Krómfestés, nagyon fontos. Légterelő, kifejezetten. Nem tudom még Kodit, hogy fog-e Twitch-en live-olni. Kérdeztem, de azt mondta, hogy nem tudja. Fék? Fék az kell, ugye? Vagy fék nem kell? De fék az kell. Na, csak a buzik fékeznek. Sebváltó. Az nem kell. Édességfestés. Mi van? Motor, háztető. De jó. Kerék. Nitro. Az is megvan már benne. Szivárvány színű festés. Az de jó. Hát akkor csak a fékkel. Elméletileg. Fék, turbó, felfüggesztés, motor, igen. Én csak a féket láttam. Szerintem képesek vagyunk rá. Legyen szivárvány. Az. Majd Neville autója lesz szivárványos, jó? Ó, még jó, hogy itt volt az elején a trafi. Azt ott le lehet szakítani azt a farakást. Valahol. Azt hiszem az irányító pultot kell eltalálni, és akkor leszek ott. Na várjunk. Nem igazán vagyunk elsők, egyikünk se. Sein se nem jön. Nem vicces. Ha nagyon hamar beérünk a célba, akkor lehet ebből első egy bőven, de... Ilyen rövid a pálya. Wow. Második hely. Harmadik hely. Ez nem. So close. Nem a legjobb. Ez ilyenkor olyan bullshit, hogy első voltam. És mégse én voltam a leggyorsabb. What? Még én második. Kitaposom a gázpedált. Igen, ott van egy levágás. Ott van a rossz oda bemenni.
Control division be advised. A possible code 6 vehicle has just been reported heading northbound, requesting units to head up. De most nem megyek szart. De most nem, és Neville se. Sőt, Neville most jobbat nyom, mint én. Mi van veled, srác? Beadta a rózsaszín szekér. Hop, ott van. Király. Itt nem vonja le. Ah, nem áll. Pedig olyan jó lenne. Féke kettes szint, jó. Remélhetőleg ez a ösztönig, amit el tudtunk kérni. Na, bekóstod a kis jány. Anyádnak mennyi neki többet ér a fényezése, mint az a... Húha. De csúnya vagy. Húha. Hát... Őt elnézve még el is gondolkodtam rajta, hogy elmenjek innen. Egy is elég belőled, na. Mizu jöttsz, Mizu. Milyen problém? Este... A kisjány. Akkor még itt van az a kettő versenyt, lenyomjuk, aztán utána pedig itt tudjuk hívni. De levonja, ha nem te élsz be elsőnek. Az igen, az családias. Illetve testvéries. Ha ők akkor igen, ha én akkor nem. Igen, 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 jött. Nem tudom, Zori, hogy lesz ezen kívül ma valami más live. Maximum Twitch-en lesz, és akkor is Kodi. Na, eszek. Miért? Színkodját az én zöld színemnek. Nincsen fix színkódja. Hát úgy zöld. Fix színkódja nincsen. Ugye általában a logóból szoktunk kiindulni. De ugye a logó is árnyékolt. Tehát ott is ugye nem egy színű. Nagyjából az a fajta zöld. Honnan szoktam pipettával úgy kivenni ugye. Nem is túl világosat, nem is túl sötét, aztán ott van. De nincsen fix színkód. Ennyi? És... Ja nem! Ja este majd izé... Majd... Család izé... program. De... Ezután leszek. Az én fog. Ez még konfetti? Hogy került a karomra? Ahogy gondolod? Ahogy gondolod? Még van egy versenyed, azt meg lenyomom. Nagyon várom már a Need for Speed Hot Pursuit-ot. Az már kormánnyal jelzi, és játszotta ki a The Lego Movie videogémet. István... Majd azt a Legót is... Több Legón is gondolkodtunk, majd lehet, hogy azt is végignyomjuk. Illetve... Csak már a Star Wars-ot kéne befejezni. Az is már olyan régóta... csúszik, hogy... Hihetetlen. És a Hot Pursuit ez is lesz majd. Bár az ugye...
És a Hot Pursuitot nem tudom betájolni, mikor jelentek meg. Az Underground egy előtti, vagy utáni. Meg annak több része is van. De azokat ér... Hot Pursuit. Azzal nem igazán játszottam, nagyon keveset játszottam. Az, amelyikben van, lehetsz rendőr is, meg lehetsz versenyző is, ugye? Tehát mind a kettő oldal. Az az összem. De vagy az úgy. Hú, Kodiért nem tudom, jött. Így sem voltam, amikor mondta. A live közben mondta. Szia Dave, bocs, ezt kihagytam, Danika. Te kérdezed, igen. Szia Dave, nagyon jó live is, egy kérdés lehetséges, hogy lesz Pro Street. Ezután Pro Street-tel folytatjuk tovább, hiszen az van a soron. Ugye, ha nem tévedek, az van a soron a játékoknál. Három része van a Hot Pursuitnek. Igen. És ezek úgy évszámügyileg hogy vannak? És igen, ezután Pro Street-tel folytatjuk tovább, és a Pro Street... Lehet, hogy kormánnyal lesz már, mert a Pro Street az eléggé... eléggé izére ment. Szimulátor akart lenni. És mindig is kíváncsi voltam arra kormánnyal. Ez majd attól függ, hogy mennyire támogatja a kormányt. De a Hot Pursuitot biztos, hogy nem fogom kormánnyal nyomni, mert az is egy arcade game. A Pro Street az így nem igazán tudta eldönteni, mi akar lenni. És megállt a kettő között. Utána meg ugye a Shift. Az az átmenet. Az az átmenet a Hot... A Pro Street. A Shift és a Need for Speed között. A Shift az meg már kőkemény szimuláció. Ja. Fogjuk rá. Az már annak mondja magát kifejezetten. Tehát az meg már hot tuti, hogy izé lesz. A kormány. Azt a mocskos rohadt! Jössz be egy asztallal, baszki, azt hittem azzal akar valaki engem megölni. Rajtam meg egy fejhallgató van. Maybe. Legközelebb... Nem tudom. Kodi, melyik három állatot választottad a... Ami Jocz kérdezte, hogy melyik három állatot választottad, melyiket választottad? Fogalmas. Vége van az évzárónak? 24 perces volt. Kodi, basz, fájt jön? Ez a varja. 2000-i. You make me wait. I'm just surprised you were stupid enough to show up at all. Wow. Farkas vonyítás. Én köszönöm, hogy streamelsz, streameltek. Köszi, Eminem. Kod itt közben azt adsz rá. Na nézzük Wolfot. Az öt heteremet ne... Beújítottunk egy szexi kis asztalt. Jöjjetek. Ó, és még magasságállítós Feri. Beszarsz. Ah. Tökéletes. Jó, hagyjál bökén. Koncentrálok. Nem találja a gázpedált a srác, hogy mi van vele? Szívesen segítetek neki. Mindent kiborítok elé, vidd ezt. Hop-hop! És telibe vágja! És telibe vágja! Jó, átcsüsszent alatta, de telibe vágta. Hogy ez kétkörös. Még nem kéne annyira örülni. Hogy jön föl? Mekkora hely, hallod? Elférek majd rajta a levelek. Záradjás!
Azért kellett az asztal, mert így most már nem kell dobozba rakni a másik asztal alá. Egy, kettő, ez olyan faloppá összehajtogatható konkrétan. Nagyon durva. A király, és még nem is volt olyan drága, mint hogy általában szokott lenni ezek. Nem tudom, hogy miért akad a játék néha, a live akad. Ilyen volt faszkor, ilyen 40. Hogy került már megint ide az utolsó körbe? Érted? Végig levezetem az egészet, lemarad egy fél mappa, 8 másodperce maradt le. Nem is hibáztam nagyot, csak most neki mentem ennek a reteknek. És ennyi már itt van. Menj! Tudod mennyi? Egy pofánvágás, Feri. Ha raksz egy logót az elejére, már nyertél. Undorító. Nem ma lesz a postafiók titkai, majd valamikor szerintem hétvége körül. Elem. Azt hagytam otthon azért. Mi? Csak ezt hagytam. Fenn van a izé. Driver hozzá. Jó, tudom, megvártalak, csá, menjünk már! De Kondival, hogy álltak? Egyedább jól? Itt van egy ventilátor mellettem, úgy. Leérettségiztem, KD Live 1000-rel, Raiden. Gratulálok hozzá még egyszer. És nyomjuk. Na hát, Kodi, annyi szabad időd van. Én most akarom befejezni, hogyha lenyomtam ezt a boss-t. Szóval welcome. Nem akarsz ezzel menni az elemért, mert akkor lehet, hogy már lenne is. Hát jó. Jó, mondjuk, hát amennyire kényelmetlen lenne. Nem tudom, ezek így ferdülnek. Az enyém is. Érted, fel lehet rakva tök pacekul. Ugye ferdül. Terve a kövi. Most lenyomom az első kört, úgyhogy nem borítok ki elé semmit. A második kör meg úgy lesz, hogy konkrétan ráborítom a világot is, illetve tartalékolok nitrót. És akkor elmenjen, de jó lesz. Csak az a baj, hogy ahhoz kell egy kis előny, hogy ki tudjam elé borítani a dolgot. Mert ugye annak van egy leborulási ideje. Tudom. Már hatszor hallottam pedig. Még már elég irégy. Hop, telibe kapta a falat, zsír. Jó, ez már elég előny ahhoz, hogy ki tudjunk elé borigatni minden talányt. Csak el kéne jutni odáig. Jó, itt lesz egy tető. Reméljük telibe vágja. Telibe vágta. Itt lesz egy ilyen. De még telibe vágja. Ez most jobb ledöntés volt, mint a múltkori. Hop, hol jön? Kikerült-e? Nem baj. Kettőből egy az... Ez nem rossz. És még ez talán... Átha. De igazából ez már csak formalitás volt, mivel itt a cél egyedes ráfordító. Zsír! A könnyebb részen túl vagyunk. Ő nem szép fiú. Eltövé vált motor. Ott a motorunk. Skippy! Ami... Mert... Végignéztem, hogy miket adnak a versenyei, és mindent megcsináltam tőle, egyetlen egyet, ami ad tuningot. Mert ugye az a lényeg, hogy a tuningokat megkapjam. De egyiknél sem láttam, hogy kiírta volna, hogy motor meg ilyenek, vagy bármilyen tuningot kapnék.
Szóval így hogyha végigcsináltam, sokkal könnyebb nem lenne. Húha. Hop 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 a belső ív. Ne, túl közel volt, nagyon közel volt. Banyek. Ne röhögjé, szádba rakom a táblát. Itt egy belső ívet, Nem. Annyira szép lenne lenyomni, egy megelőzéssel. Túl szép lenne. Mit fékezel az egyenesbe? Hop-h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 op
Bicsi. Megkaptuk az Aston Martinját. Faj! Faj! Vieretek! Vieretek! Egy ebrek! Egyi! Nem is tartom össze magot. Gigi és Lutz, mutasd be a puzzi. Már mindegy. Csak ennyi. Szív, sűrít, gyújt, kipufog. Gyújt, szív, lent, tart, kipufog. Annyi, skipi. Annyi. Négy ütem. Na. Nem szép fiút levertem, azaz. Húha, hát. Melyik, melyik? Egy, kettő, három vagy négy? Jó, négyes sokat látok. Legyen a négy, az már kiesett. Melyik legyen a másik? Egy, kettő vagy három. Ingyen kijutsz a sitről, amikor legközelebb elkapnak varázslatos. Hol az autó? Hol az autó? Küldjétek az autó energiát. Sherlock. Annyira nem vágom, hogy néz ki Sherlock, de látsz. Kettőbe szerintem már nem lesz őszintén. Három, mint szerencsés szám. Talán beadja. És ott az autó! És ott az autó. Hát egy szar egyébként, de meg. Oh, Colin. Chuck, Colin. McRae. Remélem. Nem is mosódik a... Nézd! Így mosódik, így nem. Így mosódik, így nem. Így mosódik, így nem. Így mosódik, így nem. Tényleg. Pedig már nézi a pub patch notest. Hát fix, 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 fix. Oh, hello. Jaj, tényleg a kis Porsche-val kajak. Húha. Mint egy mutogatós bácsi te. Mutogatós bácsi ruházat. Arcra meg ilyen kis... Karórát. Hello. Micsoda? Karórát tesó. Szétja ezért. Szélfogó. Jó, bemegy eléd és húz. Növelt szélzóna a csapattárs mögött. Kerekeket, kipufogott légtereket és önösen tetőt tesz elérhetővé. Életrajz videó van. Vedd meg. Jó, azért nem rossz, azért nem rossz. Talán még mindig jobb, mint ez a... mint Feri kétszer akkorában. Jaj, nem akartam. Autójába kicsit belenézünk. Jól néz ki egyébként a kocsia. Szóval nincsen semmi baj. Még lehet először az enyémbe kellene venni a cuccokat. Nem a haveroméba. Na nála lehet főként inkább azt a trafis versenynél, ezt hogy... Ezt is játsszuk már be. Mit? Hát hogy az enyémet tuningolod. Anyám. Tehát, hogy nála benyomom ugye trafi előtt az, hogy, hogy szélfogás, és akkor gyorsan elém bejön. És akkor ő egy nagyon durva izét, sebességet lenyom. Hogy nem kell fizetnem az ő tuningjaiért. Wow. Azt tetszik mondjuk. Kodik, tegnap este kezdtem a játékot. És eddig 3,5 óra játékidőm van benne.
Ott van a profi motor. Ami ekkora király, jól néz meg kifelé, úgy meg van csicsentve. Felakad a patkán is. Király! Állítsd el, hogy aktívra. Ja, tényleg. Beállítás aktívra. Király. Jó, nézzem ezért. Nem szabad kóborlás térkép. ennyi már kész. Á, még van ez az, az összeröffenés. Szóval igen, ez még hátra van, utána valószínűleg holnap lenyomjuk ezt a részt, utána pedig azt, és igazából 4 streamben meg lesz a játék. Valószínűleg utána egyből akkor megcsinálom ebből a kihívás sorozatot is, mert ez így túl rövid. Most volt ebben nem volt az zárom, de ebből valószínűleg megcsinálok vagy a kihívás sorozatot, már nem mint, hogy a kihívás sorozat olyan nagyon hosszú lenne. Ez is, itt is 3 versenyek vannak. Hú, ez régen mennyit szenvedtem. Szarautót is kapsz általában. Nehéz is, szóval... Jaguar. Terepszint és vékony csíkos fóliák. Takarítsd össze! Jutalom 1992-es Nissan 240SX. Ezt én megkapom a izében is? A karrier módban? Tornodon légterelő. Mert akkor... Lehet, hogy még el is gondolkodok rajta. Venom... David, ez most Collector's Edition. Aha. Az odáig oké, okay, de most itt például a 2007-es Jaguar, nem mint hogyha kellene, de Koenigsegg CCX. Van ebbe Koenigsegg. Tehát hogyha itt ezt megcsinálom, akkor a karrierben is feloldódik ez az autó, vagy ez csak itt... Vagy ez csak itt a külső részben, tehát a szabad versenyben. Na Dávid, lépek Minecraft pufgozni. Halli, sziasztok. Szia Danika. Jutalomkártyáknál is lehet szerezni autókat, nézd végig. Jutalomkártyák. Jutalomkártyák. Ponyek kajak, kajak. Igen, igen. Tessék velem, hogy csak kihívás sorozatból. American Racing Trus ST. Ezek mind autók. Chevrolet SS. Jó, ott van, hogy mit old föl, hogy autót, szárnyat, színezés. Hmm, a kis murci. Városi járőrkocsi, jaj, mik van neki. Rendességi Reno. Rógyám. Cross Chevrolet Z06, beszarsz. Dömper. Jöretek. BMW M3 GTR. És ezt megkapom a izébe karrierbe is? Tegyél erről tőve 33 autót, jó, tehát akkor ez minimum végig kell vinni a játékot, hogy ezt megkapjam, szóval. Mitsubishi Eclipse 99-es. Ez a régebbi Eclipse. Ez a legnehezebb, igen. Na, ezeket is megcsináljuk majd. Ez tetszik. El is felejtettem, hogy van benne ilyen. Érj el 321 km/h egy Traffic Paxnál. Töltsd meg a garázs csupán izomautókkal karrier módban. Kerülj ki 20 rendőrségi útlezárás szabad kóbólás módban. Nyerj 50 szabad kóbólás kihívást karrier módban. Anyád, hogy van? Ebben még az életemet bele kell nyomni. Hogy ez meg legyen. Telibe vágta? Igen. Hallod? Gina tesz. Telibe. Az én utazó. Mhm.
Jó, hát onnan nem igazán mozgatta meg semmit sem a fantáziámat, de ez a 92-es... Akkor épp egy GTR-t mutat nekem. Ja, az az, hogy igen, 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 igen. Ez a Nissan, ez felkeltette a figyelmet. Németországban bármit lehet. És nem is olyan. Mennyi az idő? Na, jó, majd legközelebb ezzel kezdjük. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb, Cody majd fog nyomni. Valószínűleg fog, de ki tudja. Nem szeretné ígérgetni, mint ahogy én sem szoktam. Jó, akkor van benne azért tartalom utána is. Lehet, hogy ezeket is majd megnézzük, hogy mire jutunk vele. Szeretném egyébként őket ki is maxolni, tehát nem csak végignyomni, de azért, hogyha végignyom az ember egy játékot, utána van, hogy megunja annyira, hogy egy ideig félre tegye, hogy majd utána visszajön hozzá. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, szép délután nektek, szép estét, jó pihenést, és Kodival még lehet, hogy találkoztok, és holnap pedig jövök ugyanígy ide Twitchre, meg jövünk YouTube-ra, lehet, hogy majd egy Vivecraft-tal, kíváncsi vagyok ott a púzus értékekre, mondjuk én oda nem adom neked ezt a szart, mert fő nem veszed. És ja, addig is, sziasztok!